Itt van egy palack, ez a palack meg van töltve egy gázzal, viszonylag nagy nyomás van ebben a gázban, hogyha megpróbálom én ezt összenyomni, akkor lehet látni, hogy alig-alig lehet ezt benyomni, tehát az én több mint egymásra súlyommal sem tudom összenyomni. Nem tudom, nézem, hogy ki van itt egy erős ember, mondjuk légy szíves, mutasd meg, hogy így fönt így, hogy mennyire lehet összenyomni, tehát igazából azt kell mondjam, hogy körülbelül akkora nyomás van benne, mint egy gépjárműnek a kerekében, nem sokkal kevesebb. És most egy olyasmire fogunk vállalkozni, ki is húzom magam, olyasmire fogunk vállalkozni, amit nagyon sokszor láthatok a televízióban, ilyen mentalista kísérlet lesz. A mentalista kísérlet abból fog állni, hogy fölkérek mindenkit, hogy gondoljon arra, hogy te palack, húzódj össze. Ez lesz a feladat. Amikor erre gondoltok, akkor kisugározzátok, nem jó? Torza hang. Megpróbálok egy kicsit visszavenni a hangerőből. Tehát, így most jobb. Dolgozzunk rajta, hogy jobb legyen a hangosítás. A következő 5 éves terve lehet, hogy meg lesz. Na, tehát, akkor azt szeretném elmondani, mentalista kísérletre készülünk, szeretném, hogyha összehorpadna az a palackot. Az kell, hogy mindenki segítsen engem a mentalista érzékeivel. Önök rám sugározzák, hogy palack horpadj össze, én pedig így fogok csinálni, és a palack össze fog horpadni. Világos? Kezdjenek el gondolkodni. Én azért annyit megteszek, hogy érthetőbb legyen a dolog, egy pici nitrogént öntünk alá, egy kicsi cseppfolyós nitrogén. Így. És akkor tessenek gondolni rá, én pedig fölveszem ezt a nézést, ez nagyon fontos, nézés nélkül nem ér semmit, és elkezdem összehorpasztani a palackot. Természetesen ez egy kis bolondozás, de azért annyit szeretnék hozzátenni, hogy amikor ezt a kísérletet látják, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy azok a televíziók, akik ilyen módon próbálják az embereket, hogy is mondjam, a józan útról eltéríteni, az kimeríti a bűncselekmény kategóriáját, az én megítélésem szerint. Én gyanítom, hogy előbb-utóbb meg fognak jelenni az ő jogászaik és ügyvédeik, de azért mégiscsak botrány, hogy egy televízió az emberek hűítésével foglalkozik. Itt van a palack. Ez a palack összehúzódott, hiszen ha egy halmazállapotváltozás, egy gázhalmazállapotból folyadékba megy át, körülbelül az 1600-1800-ad részére megy össze, és ennek eredményeként az egy liternyi gázból egy 1800-ad liternyi folyadék keletkezett. Ez a folyadék, ez rövidesen látható lesz. A közelülők fogják látni, hogy amikor a környezettől átvett hő hatására az elkezd majd forni ez a folyadék, akkor ez a forrás, ez egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű gáz fog eredményezni. Itt a folyadék, hát talán, hogy kérdezők, akkor itt talán látszik, hogy itt megjelent. Ha az ujjammal megfogom, akkor ez a folyadék, ez forrásban van. Itt az ujjam környékén sokkal jobban for, mint bárhol másutt, hiszen az ujjamtól sokkal több hőt kap, mint bárhol másutt, és ennek eredményeként szép lassan fúvódik föl a környezet hőjétől. Egyre több és több hőt vesz át a környezettől, egyre nagyobb és nagyobb lesz benne a nyomás. Természetesen, hogyha segítünk ennek a folyadéknak, hogy igazi bioenergiával besugározzuk. Tehát azt hiszem, akkor mindenki érti, hogy egyre gyorsabban és gyorsabban kapja vissza az eredeti állapotot, és amikor az edénynek a hőmérséklete ismét eléri a környezetnek a hőmérsékletét, a tanterem hőmérsékletét, akkor visszáll az az állapot, hogy már nem is nagyon lehet összenyomni. Tehát nagyon egyszerű kísérlet. Az a helyzet, hogy egy nagyon alacsony, tehát egy olyan folyadék van benne, amelynek a forráspontja -0,5 fok, és ez az, tehát igazából nem szükséges a kísérlethez cseppfolyós nitrogén, ha valaki pontosan tudja, hogy mit kell használni, én elmondom, de az a lényege, hogy főleg, hogyha fiatalabbak akarják megismételni, akkor mindenképpen felnőtt segítségét kérjék. Ebben az a gáz van benne, amivel az öngyújtókat is működtetjük, ebbe bután gáz van benne, az körülbelül ezen a hőmérsékleten, hogyha még az alján marad is egy kicsi, akkor olyan légköri nyomásnak a háromszoros a nyomás lesz benne a palacba.
amit simán kibír a palack. Egyedül egy dologra kell figyelni, hogy a bután az egy éghető gáz, és hát igazából, ha lehet, akkor inkább szabadtérben kell a töltést elvégezni, hát vagy mindenképpen egy felnőtt segítségét illik ehhez kérni.